Válteszék képviselőtestületének erre a ciklusra megfogalmazott céljai között szerepelt a temető állapotának folyamatos szinten tartása és a lehetséges fejlesztések elvégzése. Ennek érdekében minden költségvetési évben jelentős forrásokat fordítottak a halottas kert rendben tartására, szépítésére, korszerűsítésére. A város közel 1,5 millió forintot fordított arra, hogy a temető rendezési tervének megfelelően az úthálózat kialakítása megkezdődjön. Ez már a második ütemnek a megvalósítása történt meg, hiszen már tavaly előtt is az első ütemben egy útszakaszt építettünk. Idén 2019-ben tovább folytatjuk az útépítés részét, hiszen ezzel fel tudjuk tárni azoknak a területét, ami most nehezen megközelíthető a temetőn belül, úgy gyalog, mint autóval. Ennek a része továbbá a személygyűjtő konténernek az új helyének a kijelölése, ami egy kicsit kulturáltabb, komfortosabb állapotot fog majd előidézni. A sírkert koporsós temetkezésére használt részeire még vannak felhasználatlan területek, mondja Bozsolik Zoltán. Ezzel szemben, mivel a temetkezési szokások átalakulóban vannak, egyre nagyobb igény jelentkezik az urnás temetkezésre. Az urnás temetésekkel vannak olyan módon problémák, hogy kevés a hely, így az idei évben több mint 1 millió forint értékben egy 40 férőhelyes urnafalat fogunk megrendelni a kivitelezőtől. Ennek az alapozási munkáit már tavalyi évben elvégeztük, így viszonylag rövid időn belül rendelkezésre fog állni az új építmény. Hosszú távon továbbra is a temetőnek a megfelelő állapotban tartása, tehát kulturált környezet biztosítása és a megkezdett fejlesztéseket folytatjuk. Ez ennek a ciklusnak az egyik kijelölt feladata volt. A testület döntéseivel nem csak a temető rendben tartására fordított jelentős pénzösszegeket, hanem a Garai utca korszerűsítésével és a parkolók kialakításával is segítette a sírkert beérkezőket. Tavaly 17 autó beálló készült el. További parkolóépítést egyelőre nem terveznek. Ezzel szemben az útburkolat felújítása szerepel a város ezévi fejlesztési elképzelései között.